egyszerű kis vizuális ritmus lehet folytatni. Egy egyszerű fogpiszkáló is remek játék lehet. Erre is láthattak példát a hevesi óvodában tartott szülőklub résztvevői. A játék a gyermekeknek a születéstől a kisiskolás korig az egyik legmeghatározóbb tanulási folyamat. Számtalan új ötletet, meg társasjáték ötletet is kaptam, amit majd szeretnék beszerezni, meg természetesen nekem nagyon tetszettek a kézzel végezhető manipulatív játékok. Játékkultúránk szűkülőben van, mondja a szakember. A gyermekek nagy százalékban szinte csak számítógéppel, tablettel, telefonnal játszanak, eltűnt a közös, családi játékidő. Előadásában Frigyerda arra hívta fel a figyelmet, hogy a különböző játékok mennyi mindenre használhatók, és egy-egy játékkal milyen sok tevékenységet lehet folytatni. Az természetes, hogy egy szülő eteti a gyermekét, de az már korántsem természetes, hogy minden nap játszik vele. Úgyhogy erre szeretném még fölhívni a kedves szülők figyelmét, hogy a játéknak óriási jelentősége van. Nem csak 1-2-3 éves korban, amikor még csak megtanítjuk a különböző játékeszközök használatát, hanem később is 4-5-6-7 éves korban. A szülőklub további rendezvényei többek között a gyermeknevelésben, a dackorszak kezelésében, az észlelés érzékelés fejlődésében kívánnak segítséget nyújtani az érdeklődőknek.